Az indulásról szóló vlog második része. Az elsőt nem láttad, ami az ötletről, motivációról és segítségkérésről szólt, mindenféleképpen azzal kezd. Ma pedig az egyik kedvenc témámról lesz szó, a márkaépítésről, mellette pedig beszélgetünk üzleti tervezésről, piackutatásról és cégalapításról is. Kezdjük egy inspiráló gondolattal. Steve Jobs az ikonikus öltözködéséről is híres lett az Apple mellett, ugye a fekete garbó, a hát nem szakadt, de ilyen lerongyolt farmer és az egyszerű edzőcipő. De miért járt vajon mindig abba? Ha tudod, akkor kommenteld be, viszont a vlog végén fogom csak elárulni a titkot, most kezdjük el! Jeff Bezos, az Amazon alapítója szerint a vállalat brandje az olyan, mint az embernek a megítélése. Csak úgy szerezhetsz jó hírnevet, hogyha nehéz dolgokba vágsz bele, és azokat jól is csinálod. Na, beszéljünk a márkaépítésről. Ez tényleg az egyik kedvenc témám, már csináltam is róla vlogokat, a personal brandingről, positioning statementről, kattints ide, hogyha azokat még nem láttad. Közhely, de mégis igazság, hogy nincs második esélyünk egy első benyomást csinálni. És ugyanez igaz fordítva, egy jó reputáció olyan, mint a kártyavár, egy pillanat alatt le lehet rombolni az egészet. Bármihez is kezd, legyen szó a személyes brandedről, vagy a projektednek a márkájáról, a legfontosabb az, hogy hiteles legyen. Ez a fajta autentikusság ugye azt jelenti, hogy ne játsz meg magad, ne akarj erősebbnek tűnni, ne akarj többet mutatni annál, ami vagy, egyszerűen add azt a brandet, amit belülről érzel. Sőt, tovább megyek. Vállald fel, nagyítsd fel a nehézségeket, a kemény időket. És lehet, hogy most ráncolod a homlokodat, és az ellenkezőjére gondolsz, de igazából attól, hogyha te megmutatod, hogy mi a te gyenge pontod, és esendőnek mutatkozol, az emberek azonosulni kezdenek veled, és bízni fognak benned. Ez pedig a márkaépítésnél, a brandnél az egyik legfontosabb alappillér. A videó végére eljuthatsz ahhoz, hogy van egy konkrét terved, van egy BMC-d, mindjárt elmondom, hogy az micsoda, ismered a piacot, sőt azt is tudhatod, hogy hogyan kommunikál a konkurenciád, ebből meg lehet csinálni egy jó kis tervet. Látod azt, hogy mi működik, mi nem, és meg kell találnod azt a pontot, ami kiemel a tömegből, amitől más tudsz lenni, mint a többiek, és el tudsz érni a saját célcsoportodhoz. Hogy mindezt ne csak egy hangzatos, de üresnek tűnő tudod, hogy olcsóbb, jobb, gyorsabb, ingyenes, akármi dolgokkal tett, hanem hiteles legyen az üzeneted, ez kettő dologra van szükséged. Egy erősen szűkített és koncentrált célcsoportra, ugye ne akarjunk mindenkit kiszolgálni, és számukra egy nagyon specifikus, konkrét problémára konkrét megoldás. Például az egyedi táska szerelmeseinek Zsófi egy személyes élményt ad, minden egyes fázisban ott van mellettük és segíti őket, hogy tényleg egy olyan táska legyen, ami csak az övé. De hogyha valakik félénkek, vagy nem akarnak mondjuk a tervezővel interakcióba kerülni, akkor természetesen az ügyfél visszacsatolások alapján, de létrehozott egy online felületet, ahol igazából emberi interakció nélkül is végig lehet menni és megtervezheted a saját táskádat. És pontosan ezért szolgálja ki jól a fogyasztói igényeket. Minden lépés, tett, kommunikáció ennek a pozíciónak és a márka irányvonalának van alászentelve. És tényleg nézd meg a Positioning Statementes videómat, és az alapján készítsd el a saját statementedet is. Üzleti terv, piackutatás. Itt térjünk át az üzleti tervezésre, piackutatásra, és szögezzük le a legfontosabb dolgot, hogy szerintem vége van már a 100 oldalas üzleti tervnek a korszakára, úgysem olvassa el senki őket. Hallottál már a Business Model Canvasről? BMC? Úgy képzeld el, hogy egy A4-es lapra a teljes üzletviteledet fel tudod vinni, ami igazából három részből áll. Középen van a te tevékenységed, igazából az értékajánlata, nem is a konkrét tevékenység, hanem annak az értékajánlata, hogy mi az, amit te adsz a fogyasztóidnak. A bal oldala az minden olyan tevékenység, ami ahhoz kell, hogy te ezt az értéket biztosítani tud. Miket kell neked csinálnod, milyen eszközökre van szükséged, milyen partnerekkel működsz együtt, és ezekhez kapcsolódnak a költségek. Milyen költségekkel jár, hogy ezt a tevékenységet tud folytatni. A jobb oldalon pedig minden olyan, amit a fogyasztóid látnak, úgyhogy első körben ezzel is kell kezdeni, hogy kik a fogyasztóid, milyen fogyasztói szegmenseid vannak, majd kitalálni, hogy milyen kommunikációságokon éred el őket, milyen kapcsolatot ápolsz velük, direkt vagy indirekt, hogy alakul ki a disztribúciónak a formája, és milyen a kapcsolatod a vevőkkel. Végezetül, de nem utolsó sorban pedig a pénz. Hogy honnan lesz bevételed? És ha megnézzük ezt az egész hármasot, akkor úgy képzelhetjük el, nekem legalábbis ez a példa jött be a legjobban, mint egy színházat. Középen a te értékajánlatod, az a színpad.
Jobbra van a közönség, aki lát mindent, ugye ez a fogyasztókkal való interakció, és a bal oldalán van a backstage, minden olyan háttérmunka, ami azért zajlik, hogy ez a produkció létrejöhessen. Azért imádom, mert különösebb tudás nélkül józan paraszti ésszel kitölthető, újra meg újra, ahogy változnak a körülmények. Amúgy te már töltöttél ilyet? Hogyha igen, akkor szavazz is, és kommentelj, hogy tetszik. Cégalapítás. Oké, már hosszú ideje megy a vlog, de nem lehetne úgy vége az indulásos résznek, hogy ne beszéljünk, hogy hogyan alapítsa a vállalkozást. Elég sokan, úgy Sophie vagy például én is, hamarabb kezd bele magába a projektbe, mint hogy egy jogi entitást alapítana. Ez persze nem felelőtlenség, hanem ez a dolgoknak a természetes folyása, hogy először kipróbálod, teszteled, megnézed, ugye mindaz, amiről eddig az első két részben beszéltünk, működik, és eljön az a pont, amikor érzed azt, hogy igen, ez egy működőképes történet, ezért megtalálod hozzá a megfelelő jogi entitást. Ez pedig a folyamat része. Ne izgulj, hogyha nem értesz hozzá, akkor csak meg kell tenned a megfelelő partnert, mint könyvelőt, jogász, vagy bármilyen olyan partnert, mentort, aki tud ebben neked segíteni. Írd be őket a key partnerek közé a BMC-be, és amikor eljön az idő, akkor az ő segítséggel fogod tudni kiválasztani a projektethez legjobban illő vállalkozási formát. Emlékeztek még, hogy mit említettem az elején? Tudjátok, Steve Jobs és az ikonikus ruhatára. Nos, nem véletlen, hogy ugyanabban van ő is, meg Mark Zuckerberg, sőt még Barack Obama is, és én is igyekszem, bár azért nekem van egy ruhatáram, de ez egy másik téma. A lényeg, hogy a döntéseket szeretnék minimalizálni. Egyszerűen ne kelljen felesleges döntéseket hozni a napba, ezt leminimalizálja, és csak arra tud fókuszálni, ami szerint a legfontosabb, ami értékadó. Zseniális átkötéssel fókuszáljunk arra, ami értékadó, és hogyha még itt vagy és nézed ezt, akkor remélhetőleg a vlogot is végignézted, kérlek kommenteld be, hogy mi volt az a rész, ami veled rezonált, ami neked tetszett vagy elgondolkodtatott, érdekelne a véleményed. Ha pedig most találkoztunk először, és szeretnél még ilyesmi tartalmakat kapni, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és mellette a csengőt is, így jövő héten, amikor kijön a következő rész, ami a fejlődésről, illetve az első lépésekről, nehézségekről fog szólni, nem fogsz lemaradni. De ha nem akarsz várni egy hetet, akkor menj át Instagramra, kövess be ott is, ugyanis ott hétköznaponta több típusú tartalommal jelentkezem. Még egyszer köszönöm szépen, hogy néztetek, sziasztok!